Következő videóban a Sony Xperia C3-as készüléket mutatjuk be, ami egy meglehetősen vékony, nagyméretű 5,5 hüvelykes kijelzővel rendelkező telefon. Nagyon finom hátlappal rendelkezik, és a szokásos Sony stílusjegyek találhatóak meg rajta. Kerek bekapcsológomb, hangerőszabályzó és dedikált kameragomb. Nem szétszedhető a készülék, de oldalt természetesen be tudjuk tenni a megfelelő dolgokat. Az egyik oldalon ennél a dual szemes modellnél egy két darab mikroszimet fogadó ajtócskát találunk, az általános felén a telefonnak pedig a micro USB csatlakozó mellett a micro SD kártya bővítő helyét fogjuk megtalálni. Magában a telefonban ugyanazt a menürendszert láthatjuk, ami a Sony 2014-es modelljére jellemző. Ebben a készülékben egy Snapdragon 400-as 4 magos processzor dolgozik 1 giga RAM társaságában, és mint látható, rengetegféle módon be tudjuk állítani azt például, hogy mi látszódjon a legördülő információs sávban. A felületet nagyon szépen testre lehet szabni, különböző widgeteket, ikonokat kitehetünk, illetve természetesen van arra lehetőségünk, hogy az egész a megjelenést témák segítségével megváltoztassuk. Ez egy pillanat törzsész alatt végbe megy, és már is az új témát fogjuk látni, ami természetesen a háttérképet is megváltoztatja. A beállításokban lépve rengeteg opciót fogunk találni, személyre szabhatjuk a kijelző mindenféle paramétereit, illetőleg van arra lehetőségünk, hogy egy egyszerűsített kezdőképernyőt válasszunk ki, aminek segítségével nagyméretű csempéken jelennek meg a legfontosabb alkalmazások, de természetesen ezek listája egy lefelé görgetett menüből is elérhető. Ez nyilván azok számára jöhet jól, akiknek a kisméretű ikonok kezelése nehézséget okoz, és az Android bonyolultságára nincsen szükségük, viszont a legfontosabb funkciókat továbbra is szeretnék elérni. Mi mindig a beállításoknál vagyunk, ahol például be lehet kapcsolni a kesztyűs módot, lehet állítani a fényerősségét a kijelzőnek, illetőleg természetesen lehet kalibrálni a fehér egyensúlyát is a megjelenítőnek. Miután ez egy Xperia készülék, ezért fejlett energiagazdálkodási opciók megadására is nyílik lehetőségünk, ezzel kicsit ki tudjuk tolni a készenléti időt. Zenéinket a Walkman alkalmazás segítségével tudjuk lejátszani, itt albumborítókat láthatunk, és természetesen rengeteg beállítási lehetőségre is nyílik alkalmunk, bekapcsolhatunk vizualizációt, ami a zene ütemére, ritmusára valamiféle bizonyos orgiát biztosít a felhasználó számára, de ennél talán sokkal fontosabb, hogy a hangszín szabályzót is elérhetjük, ahol vagy bekapcsoljuk a Clear Audio-t, ami a Sony saját hangzásjavító megoldása, vagy pedig az 5 csatornás equalizert tudjuk babrálni, illetve itt egyéni sémákat is meg tudunk adni. A telefon kamerájával készült képeket az album segítségével tudjuk megnézni, ahol tetszőleges méretre tudjuk a kis képek méretét állítani. A böngésző Sony telefonokban általában a Chrome és az itt sincsen másképp, amely esetünkben könnyedén tördeli oldalszélességgel tartalom a dupla kattintással, és a két ujjas nagyítással, illetve a görgetési sebességgel sincsen különösebb probléma. A készülék egyik érdekessége a kamera, hátlapon 8 megapixeles optika van, az előlapon pedig egy 5 megapixeles fényképezőt találunk, amihez különböző extra opciókat is igénybe tudunk venni. Itt a portré retusálása az, ami az arcképek kapcsán működésbe léphet, és itt is több megoldással tudjuk tovább megbonítani a képeinket. Egyrészt bekapcsolhatjuk a varázspálcát, ami kigyújtja az előlapi vakút, és ilyenkor a szemünkben visszatükröződő fény formáját is be tudjuk állítani. Ha alulról felhúzzuk az ujjunkat, akkor különböző sminkelési effekteket tehetünk az arcunkra, ami hát elsősorban nyilván hölgyek számára lesz érdekes, én meglehetősen idétlenül nézek ki ezzel. Oldalról behúzva az ujjunkat pedig különböző kereteket és ilyen vicces ábrákat tudunk elkészíteni, és hát így elkészítve a képet egy egészen szürreális alkotás is a valóságá válhat. Ez az előlapi kamera egyébként a C3 legfontosabb újítása, különben egy középkategóriás, nagy HD kijelzővel felszerelt, vékony és nagy akkumulátorral rendelkező Xperia készüléket tisztelhetünk a C3 személyében.